Erőt, egészséget, kedves bajtársak! Itt a Kalágémcsne, Raptőrmester pedig szolgálatra jelentkezem, és a mai nap folyamán nem más, mint a Hell Let Loose-zal fogunk egy picit játszani. Ugye a játék nem mai keletű, második világháborús lövölde, úgyhogy úgy gondoltam, hogy egy picit elővesszük. Régen azért egy keveset játszottam vele, nem sokat. Nem nagyon volt megfelelő csapat, akivel úgymond játszani lehessen. Úgy 100-an vannak, nagyon jó. Szerintem a pinget kellene nézzük, vagy a playerek számát, hogy hova kellene becsatlakozzunk. Band of Brothers. Hát, de biztos nem tudunk, hogy százat ír, de azért megpróbáljuk, mert valamikor van rá esély, a server is full. Oké. Akarok ilyen nagyon nagy pingére se fölmenni. Ezt kikapcsoljuk, és akkor a pinget sorba tesszük. Menjünk be erre. Nézzük hát, hogy ide beenged esetleg minket. Ó, és be. Bastogne, Belgiumban vagyunk. Nem tudom, hogy ki ismeri a játékot, ki nem. Majd írjátok meg kommentbe, hogy csak játszottatok el végén, vagy sem. Majd nem lesz túl hangos a játék, úgyhogy állítani kell majd lehet egy kicsit a hangerőn. Így lejjebb veszem egy picit így, hát hogyha így nem süketültök meg. Még be tudunk becsatlakozni. Ez zárt. Oké, és akkor mediket szeretnék választani. És honnan mennek a mieink? Ez itt a kérdés. Oké, hol van mi csapatunk? Attól függ, hogy merre támadunk, hogy most ezt mindig tudni kell, hogy merre van az előre. Hát szerintem ők lenyomtak minket. A mik embereink? Hát ezek nem is németül beszélnek, hello? Mindenki erre fut, mi is erre futunk, az a biztos, srácok. Lelőtték az embereinket. Hoppá! Aha. Régen szerettem ezt a játékot, elég jó kis háborús feelinget adott, tehát hogy nem nagyon látod az ellenséget. Erről beszéltem, tehát kilépnek is a valóságot, le is zúznak, mint az állat. Ilyenkor jobb megkeresni a
csapatot. Fucking commander nochmal. Supply fax. Oh ja, danke. Ezt kellene elfoglaljuk, vagyis hát a parancsnok ezt az utasítást adta, de hopp, meg is halt egy emberünk. Tehát, hogy nincs, általában akikkel régen játszottam, azok ilyen német szerver volt, és akkor általában mindig nagyjából az, ugyanazok az emberek voltak fönt. Ők elég ügyesen csinálták ezeket a dolgokat, mert összevárták a csapatot egy bizonyos pontot, és mindig volt egy csapatvezető, aki adta az utasításokat, mit és hogyan csináljunk. És ők elég ügyesen csinálták ezeket. Tudom, például egy tigris. És ezt eléggé szerettem, tehát én. Érdemes azért nézelődni a térképen, vagy a mappot, hogy hol kik vannak. A mappot is néha elővenni, hogy hol járunk. Ha mögöttem jön egy csapattárs, itt van. Repülő. Itt a páncélosok. Hadd menjen ő előre, hogy én medik vagyok, és én tudom őt hílelni. A tankot is ugye többen tudjátok irányítani normálisan. Tehát egy ember is tud vele menni, de nem tudsz azt hiszem tüzelni, csak gépfegyverre vagy bármi másra. Mondom, én nekem nagyon tetszett régen ez a játék, nagyon nagy hangulata volt. Ezt elfoglaltuk, oké. Okay. Van egy kilőtt tank. Jó, benne biztos, hogy nem itt van ebbe az épületbe. Viszont én megyek a csapattársra, itt ugye ez nagyon csapatmunkán alapszik ez a játék. Osztom!
Hát ez még nem is láttam hirtelen az embert, hogy hol van, és bár haltam. Nem tudom, hogy a társam miért lépett ki. Igen, tehát hogyha itt úgy találnak el, akkor egyből halsz. Viszont előre nyomtuk az állásokat. Wir werden wieder angekippt. Keine Garni mehr. Nem tudok deployolni. Sehova, csak amúgy a föntre. Tank. Oké, miért nem tudok deployolni? Ha most tudom, fentről kell jönni, az szívás. Hogy most itt kéne védekezni. Szkittásunk. Ott is van egy társunk. Az a baj, hogyha ezt is rakatjuk le magunkat, akkor szívás, akkor úgy futni kell. Ugye nem nagyon tudtam közelebb jönni. Ezt én ignorálom. Én akarok belefolyni másnak a kirúgásába. Akkor én is értem a játékot. Elvesztettük ismételten azt a pontot. Ellenségük közelbe. Várnunk kellett volna egy kicsit, hogy lerakják a izet, és akkor nem kéne ennyit fussunk. Társam itt fölvehetne. Hogy van egy hely nála. Szerintem valami könnyű páncélossal lesz. Jó, hogy a kis drótkerítés csak így simán átugrod. Próbálunk bejönni mi is erről az oldalról. Csak a hangot hallottam, meg utána két lövésből szétdarálta a tank. De legalább idézőjebb felspottoltuk a többieknek, hogy ott jönni fog valami veszélyes. Nem nagyon van kommunikáció, ugye azt veszem észre. Csű, 40 szekmény, visszatesz. Oké. Okay. Ó, feindliche Garni im Camp.
Ja, wohl, sehr schön. Ich habe auf dem Attack-Marker habe ich Treffer. Die kommen wieder aus Süden. Wenn ich Hawk ruhig bisher, ne? A játékban vissza kell amúgy rázódni, mert ismerni kell nagyjából a térképet, hogy mi, hol, merre, hány méter, hogy ki hova bújt el. Szerintem ez valahol itt volt. Ugye van, akik szeretnek ugye bent maradni, besunyulni egy bizonyos pontra, és utána leszedik az arra futó embereket. Ez valószínűleg valahol itt volt. Ott is elesett egy. Mert itt feküdt a csávó. Transporter track. Csű, hello. Apu. Nincs commander, nincs parancsnok. Hát ameddig az nem fog idejönni, úgy látom az inkább távolodik. Viszont egy elég erőteljes támadás van. Foglaljuk, vagy tartjuk. Itt az erdőben elég sokan vannak. Itt ezen a részem. Hát ahogy kinéztem, bam, kaptam is. Abba a pillanatban a kokit. Push. Telefüstöltem itt a környéket, hogy ne lássanak, hogy ott vagyok. Mert abban a pillanatban el is lőttek.
Megy szélem végig. Ezt a pontot kell elfoglalni. Nem, ide akarok jönni a többiekhez. Ohohoho. Meg lett talán valaki. Saját csapattársam nyírt ki, srácok. Végre már, amikor kezdek összeszedni magam, akkor a saját csapattársam. Ez az. Hát mondom, ez egy elég érdekes játék, tehát hogyha tényleg megvan az ilyen hatfős kis társaság, akivel tudjátok játszani, akkor egy nagyon jó kis game. Úgy eléggé el kell kezdeni játszani. Mit nézünk? Aha, tank. Tank közeledik, jó. Mondom, hogy fasz, de nem az. Jelölj, hol vannak? Eléggé szétizéltek itt minket. Szétcsesztek. Azt a minden. Ahogy felállt izé előtték. Engem is itt letartana. Thank you.
Ne menj ki tesó, mert meghalsz! Az elején is ott halt meg a fiú. Hát nem én vagyok a legjobb statisztikával, az már egyszer biztos. Rögtön szétkapnak, átrébb kéne maradjak, csak az a baj, a miénk meg nem nagyon mennek előrébb. Átrakták ide a pontot, mert... Van egy drop. Az mellém lőtt kétszer. Még szerencsé, hogy olyan jól lő, mint én. Öpp! Ez viszont nem lőtt mellé. Nagyon szar ez a hely. Ám pedig már foglalják. Ott hátulról bejönnek, és akkor úgy... maradunk elől. Nem tudom, honnan lőtt el a csávó másik. Az ott áll, meg lett. Megvan a feeling a játéknak szerintem. Tehát amikor így kirész az azért, hogy bam, kapod egyből, ha az kész. Nincs, hogy hívják, pardon, meg ilyenek. Látom, azt egész jól tartják. Szemből van valahol. De honnan lő? Biztos régóta játszol, aztán tudja az ilyen pontokat, hogy hova kell léledni, hogy jól legyen. Hát valahonnan az épület felől jött a lövés. És azt jelezte, hogy onnan az épület felől kaptam a lövést. Dobonan sniperezik. Itt volt szembe most. Az a baj, csapatunk nem egészen van a helyzet magaslatán. Itt van hátul például egy ember. Hogy hol vannak a többiek, azt ne kérdezzétek. Mondjuk ők itt már elég mélyen bent vannak, csak azt nem értem, hogy miért itt vannak. Tehát, hogy erre kéne menni, ezt kéne belfoglalni. Megvédik itt ezt? Nem, itt védekeznek a miénk.
Mit fut az egyik? Mivel talán még együtt lehet dolgozni. Csak az, hogy mire letesz a játék, addigra meg fog halni. Valaki biztos, hogy van itt a környéken. Fuss, tesó! Mentsük meg a tesót! Persze! A tesóhoz. Épületben van valaki. Egyből eltaláltak. Genau. Hat einen ganz großen Helm. De hol vannak ezek, akik beszélgetnek? Jó, hogy ők hátul vannak, aha. Kocsiznak, jó. Általában egy szakasz, vagy két szakasz szokott támadni. Kettő meg védekezik bizonyos pontokon, vagy a maradék. Vagy hát amikor régen én játszottam, akkor a német srácok, akik nyomtuk, azok mindig így csinálták. Ez mi volt? Az mi volt? Aha. Mindenki hátul van. Oké, de ez weit weg, Scharfschütze. Artillery. Itt van egy emberünk.
Tehát vagy bemegyek a vonalak mögé. Lehet, hogy amúgy váltanom kéne kasztot ezzel, ezért ez nem egészen jó. Kicsit a hype-kétet, hogy kán zerstört werden, wenn einer von euch irgendwas dabei hat. Irre. Kein Wunder, dass ich da mal ja. Bam. Artilleriznek hátulról a srácok. Én hamarabb láttam meg, ezt nem ér! Ezen az úton jött valahol. Meg úgy itt a mezőn próbáltam keresztül, tehát valahol itt a töltésnél volt. Itt szerintem. Ők is most megtorpantak. Én nem tudom. Hova megy? Ott lent hátul. Miért nem izé jelölitek? Semmi baj. Mert nem is tudok jönni, itt is ellenség a közelbe. Aha. Elkezdtük. Im Norden von unserem Camp ist einiges im Feind. Jawohl, nördlich schießen nördlich die Artillerie rein. Südlich liegt noch einer. Südlich von Artillerie, von der Artillerie. Hol vannak a miénk? Csak egy hátulról artilleriznek be. Évi. Wir erobern gerade alles zurück. Ki oda nem tudunk menni, de jó! És mindenki vonul vissza. Hab einen erwischt bei der Artillerie, wollte euch gleich wegschießen. Uha. Mindenki fut át West Bendre. Ezt ignoráljuk.
Push, 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 push! Push, mert lőnek! Push, push, push! Azaz. Túléltük. Most a pániktól nem látunk semmit. Tanka soká vett észre. Ugye, miután észrevett, szétvágott. Úgy lehet itt változtatni mást is. Ha már foglalják ott hátul is, ez nem jó. Ez miért nem pukkant szét ez a tank? A seggbe lőttem a tankot pedig. Az igen. Basta mindenit. Oké, vesztettünk. Na, srácok, hát ilyen a Hell Let Loose. Ugye nem én voltam a legkönyörtelenebb ember a izébe. Van itt a kügy, azért elég nagy szinten van, én ilyen kis hatoska vagyok. Na, mondom, tehát ezt régen, amikor játszottuk a többiekkel, és hát azokkal a német srácokkal, ők azért legjobb kenték, vágták.
Úgyhogy írjátok meg véleményeteket kommentbe, hogy ti mit gondoltok a játékról. Vagy hogy játszottatok-e vele, vagy szoktatok-e vele játszani, és akkor várlak vissza benneteket legközelebb is. Addig is jók legyetek, halli-halli, sziasztok!